a Pécs TV hírösszefoglalója. A stúdióban Bodor Gergő várja Önöket. Jó estét kívánok! December 16-a vasárnap van. Mai adásunkban többek között beszámolunk a hétvége közéleti, illetve kulturális programjairól, de megtudhatják a jövő hét időjárását is. Ennyit előzetesen, most pedig jöjjenek a részletek. Száznegyvennyolc éve, 1859. december 15-én született Lázaro Ludwikó Zamenhof, az eszperantó nyelv megálmodója. Alap ötlete az volt, hogy egy közös nyelv talán megoldaná a különböző etnikumok közötti békétlenséget. Születésnapja alkalmából ünnepi megemlékezést tartott Pécsett a Baranyai Eszperantó Egyesület. A Baranyai Eszperantó Egyesület kettős megemlékezést tartott szombat délután az Eszperantó Parkban Pécsett. Az eseményen egyrészt a Pécsi Eszperantó Mozgalom 95. évfordulójára emlékeztek. Maga az Eszperantó Mozgalom 10. Pius pápa óta élvezi az egyház támogatását. Az Eszperantó Mozgalom, hát ugye sokan ismerik, rengetegen tanulták ezt Pécsett is. Több százan vannak, akik úgy véletlenül kiderül, hogy tanultak Eszperantó, sajnos sokan elfelejtették. De hát nyilvánvaló, hogyha tényleg alkalom lenne rá, könnyen felújíthatnák. Egyébként alkalom a használatra leginkább a külföldi partnerekkel való találkozásokon van, levelezés útján is lehet kapcsolatokat teremteni az interneten, nagyon sok eszperantó címet lehet találni. December 15-én Zamenhof születésének 148. évfordulóját is ünnepelték. Zamenhof volt ennek a tervezett nyelvnek, az eszperantónak a kezdeményezője. Zamenhofnak az volt a zsenialitása, hogy a nyelvtanra helyezte a hangsúlyt, tehát a ismert, leginkább latin eredetű szó gyököket, töveket használta, és egy egyszerű végződéseket ragasztott hozzá, úgyhogy az ige ragozás és a főnév ragozás is nagyon egyszerű. Az egész nyelvtan két oldalon elfér. Természetesen minél igényesebben beszél valaki, hát annál jobban ismerni kell neki az íróknak a műveit, mert nagyon változatos és szép fordulatok is vannak az eszperantóban. A mester előtti tisztelgés jeleképpen megkoszorúzták a Zamenhof emlékművet, ahol eszperantó nyelven emlékeztek meg a nyelv kitalálójáról az egyesület tagjai. Már most a karácsonyra készülődnek a Pécsi Zóban. A terráriumban a hétvégén egésznapos szöszmötölésre várták a látogatókat, akik ajtó- és asztaldíszeket készíthettek természetes alapanyagokból, és a gyerekek apró karácsonyi díszekkel lephették meg szüleiket. A terráriumban mindig találhat valami izgalmasat a látogató. Itt bizony nem csak az állatokkal lehet közelebbről megismerkedni, de a különböző foglalkozások alkalmával sok hasznos tudnivalóra is szert tehetnek a gyerekek, sőt kézügyességüket is kipróbálhatják, fantáziájukat is szabadon ereszthetik. A terráriumban a hétvége ezúttal a karácsonyi készülődés jegyében telt. Szokásunkhoz híven ilyenkor megpróbálunk ilyen karácsonyhoz kapcsolódó díszeket készíteni a látogatókkal. Ez elsősorban ahhoz kötődik természetesen, hogy közelik a karácsony, az advent már ugye elkezdődött, tehát tulajdonképpen a kettő között részben ilyen asztali díszt, ajtódíszt készítünk a gyerekekkel, illetve itt mindig van állatsimogatás is természetesen, és nagyon sokan várják is, hogy húsvét után újra bárányokkal találkoznak itt ilyenkor a terráriumban. A gyerekek számára ezen a helyen tehát mindig igyekeznek egy kicsit különlegessé tenni az ünnepeket. A várva várt karácsony pedig talán még szebbnek tűnhet majd számukra, hiszen itt saját kezükkel készíthették el a különböző dekorációkat. Egy-egy kis díszhez a legkülönfélébb alapanyagokat használhatták fel alkotóik. Fenyőágat, gyertyát, tobozt, ilyen kis masnit, hát és szárított szilomleveleket, és azt hiszem ez tuja ág, vagy ilyen kis szilom. A másikat azt ilyen fenyőágból, ilyen kis masniból,
meg alma, ilyen szállított almából. Használtam az egy kis gyöngyöt is. És mi lesz a sors ennek a két koszorúnak? Ezt karácsonyra majd meggyűjtöm ezt a kis gyertyát. Ezt meg fölrakasztom az ajtóba. Gyakran jársz ide? Nem annyira, de szeretem a kézműves dolgokat. Bizony, itt gyakran adódik lehetőség különféle tárgyak készítésére, és nem csak az olyan különleges alkalmakkor, mint a karácsony. Persze azért az ünnepekre való készülődésnek is megvan a maga varázsa, melynek a hétvégén mindenki részese lehetett, aki ellátogatott a terráriumba. Most pedig lássuk, mi minden történt még térségünkben a hétvégén. Rövid hír összefoglalónk következik. Szabados György, Liszt díjas zeneszerző és zongora művész volt a vendége az Összefogás Pécsért Egyesület legutóbbi szabad egyetemi előadásának. Mint ismerte, a több éves hagyományra visszatekintő sorozat idén is útjára indult. A szeptembertől jövő év nyaráig tartó előadások a kultúra, az erkölcs és a hit kapcsolatát helyezik előtérbe. Szeptemberben Karácsony Gábor, Kossuth díjas író volt a vendég, most pedig Szabados György személyében egy közismert zeneszerzővel találkozhattak az érdeklődők. Nagy volt a mozgolódás városszerte ezüst vasárnap. Az emberek már javában készülnek a karácsonyra, és ha egy kis szerencsénk van, az ajándékok mellett a hó is megmarad, teljessé téve az ünnep hangulatát. A bevásárló központok zsúfolásig megteltek, de azért a forralt bor és a kürtös kalács sok embert csalogatott a Széchenyi és a Jókai térre is. Ettől a naptól pedig a harmadik gyertyát is illik meggyújtani azon a bizonyos adventi koszorún, hiszen már csak egyetlen hét választ el minket a Szentestétől. A Művészeti Szakközépiskola növendékei adtak rövid koncertet a Pécs régi képeslapjaiból összeállított könyv bemutatóján péntek este a Várkonyi Nándor könyvtárban. Az Agenda Natura kiadó album sorozatának új kötetét Tasnádi Péter polgármester méltatta. A Pécs régi képeslevelező lapokon című válogatás a Baranya megyei múzeumok igazgatósága gyűjteményéből készült. A kötet igényes kivitelű helytörténeti értékű tartalommal mutatja be a várost, a 19. század végétől a 20. század közepéig. Jótékonysági estet adtak a pécsi Expo Centerben. A rendezvény a Napsugár Játszókert Alapítványt volt hivatott támogatni, amely a többszörösen hátrányos helyzetben élő gyermekeken segít a hétköznapok során. Ezt Gálber Attila, az újonnan alakult Déli Kapu Folklor Szövetség elnöke mondta el híradónknak, aki azt is hozzátette, hogy ez az első rendezvényük. Tervei szerint azonban hagyományszerűen minden évben megtartják majd, és évente más-más szervezetnek ajánlják fel az est folyamán befolyt összeget. Egy meleg szobában, jó társaságban finom borokat kóstolni. Ez bizony nem is hangzik olyan rosszul egy hideg téli estén. Szombaton a Dominikánus házban pont egy ilyen program várta a pécsieket. A kulturális központ idén már 11. alkalommal tartja meg Luccanapi Varázslatok elnevezésű rendezvénysorozatát. Ennek része a hagyományos borkóstolás, mely során közeli és távoli borvidékek ismert, illetve kevésbé ismert nedőit ízlelheti meg a nagy közönség. Ezúttal a Tokaj-hegyaljai Degenfeld szőlőbirtokborai mutatkoztak be. Az esten Környei Béla, a Magyar Borakadémia tagja, és Rakacki László főborász kalauzolta a vendégeket a nemes italvilágába.
Karácsony köszöntő koncertet tartottak a Szivárvány Gyermekházban szombaton. A műsoros est során a Szivárvány Musical Studio növendékei adtak elő megzenésített verseket, sanzonokat, kuplékat, musical és operett részleteket. A stúdió egyébként már harmadik éve működik sikeresen. A tanítványok itthoni és külföldi versenyeken, illetve fellépéseken bizonyították tehetségüket és tudásukat. A szép eredményekben nem kis szerepe van persze Pap Zoltán zeneszerző karmesternek. A szombati program során az iskola vezetője zongorán kísérte fiatal növendékeit. Idén is megrendezték a Nekem nincs ebédem elnevezésű jótékonysági gálaestet. A Pécsi Jótékony Nőegylet, a Rotary Klub és a Szent György Lovagrend összefogásával és neves táncosok, színművészek, énekesek közreműködésével megvalósult előadás bevétele, ez esetben is a rászoruló iskolás gyermekeket és családjaikat segíti majd. Mivel a támogatók létszáma évről évre növekszik, ezért a gála eddig megszokott helyszínét, a Pécsi Nemzeti Színház Kamaraszínházát kinőtték. A 10 éves jubileumot már a Pécsi Tudományegyetem orvosi karának aulájában tartották meg. A támogatási programot még 1997-ben alapították az adományozók segítségével és a Pécsi Nemzeti Színház társulatának együttműködésével. Céljai közt szerepel a szegénysorsú általános iskolás gyermekek mellett a kiemelkedő képességű, ám szociális helyzetük miatt támogatásra szoruló középiskolások megsegítése is. A jótékony szervezet a válságba jutott anyák, a gyermekeiket egyedülnevelők támogatását és helyi kulturális értékek ápolását is zászlajára tűzte. Idén a Pécsi Jótékony Nőegylet mellett potenciális adományozókat hívott a gálára a Rotary Klub és a Szent György Lovagrend pécsi priorátusa. Több jótékonysági bált szerveztünk, és a befolyt összegeket, adományokat nemes célokra fordítottuk. Többek között a hajléktalanok támogatása volt a sikeresebb is, meg a leghangosabb esemény, amit 2003-2004-ben végeztünk, de ugyanúgy hozzájárultunk a Pelérdi Református templom építéséhez, Bogdásárnál lélekharanghoz. A jótékonykodás mindig is az alapprogramunk volt a Pécsi Rotary Klubnak. Számos projekt után vagyunk, és így örültünk a Pécsi Nőegylet felkérésének, hogy járuljunk hozzá saját szervezésünkkel, hogy minél többen lehessenek jelen a koncerten, mert ezáltal az adománynak az összege nő, amit a gyermekek étkeztetésére lehet fordítani. Két héttel ezelőtt Böjte Csaba itt járt a városunkban, és azt mondta, hogy tégy egy kicsi jót, és nagyon sokan csatlakoznak hozzád. Ez a mondat, ez a gondolat vezérel bennünket, pedig csak most hallottuk két hete. A Pécsi Jótékony Nőegylet elnöke, Kitkáné Bódi Katalin hozzátette, ebben az évben 230 iskolás étkeztetéséhez járultak hozzá. A program keretén belül az elmúlt 10 évben évről évre növekvő létszámú gyereken tudnak segíteni. A szervezet minden évben pontosan elszámol a rábízott adományokkal. Még az ünnepek előtt új bemutatóval jelentkezik a harmadik színház. Spíró György Prá című komédiáját Vince János rendezésében láthatja a közönség. A darab premierjére hétfőn este 7 órakor kerül sor Bánki Gábor és Bacskó Tünde főszereplésével a Színház stúdió termében. Stábunk a főpróbán járt. Spíró György újabb darabját tűzte színpadára a Pécsi harmadik színház. Vince János rendezésében a Prah című drámáját láthatja a közönség, melynek főpróbáján jártunk. Vince János már több Spiró darabot rendezett, így nem volt nehéz dolga az újabb művel sem. Olyan Spiró darabokat rendeztem az elmúlt, most már lassan akkor 20 év viszonylatában, hogy most belegondoltam, amelyek a Spiró drámaírói pályán nagyon összefüggő egységes szakaszt képeznek. Én ezt ott látom, hogy valahol a Csirkefej tájékán kezdődött, ez a 80-as évek végének egy szenzációs magyar drámája volt, ami a mi előadásunkban is itt a Pécsi harmadik színházban jelentős siker volt. Aztán később mutattuk be a kvartettet, ami szintén egy korszakos darab. Jelen pillanatban is játsszuk Budapesten, a Budapesti Kamaraszínházban. Különlegessége ugye, hogy több mint 10 éve műsoron van, és túl van a 125. előadáson. Aztán ebbe a teremben játszottuk nyilván, hogy más díszletben a Szappanopera című Spiró drámát. Tehát a kvartett és a Szappanopera az pécsi ősbemutató előadás volt, és hát most következik a Prah. Spiró György a 90-es évektől konokul, és folyamatosan írja egyre keserűbb darabjait, a rendszerváltó évek kritikáit.
A Prah című dráma két szereplőjével, egy vidéki házaspárral megtörténik az, amiről a legtöbben csak álmodunk. Öt találatosuk van a lottón. Az író hajszál pontosan írja meg a férfi és a nő viszonyát, és elkeserítő erőhelyes tehetetlenségüket az őket ért nagy szerencsében. A szerzői elképzelést tökéletesen megvalósítja Bacskó Tünde és Bánki Gábor kettőse, akiket a rendező választott. Bánki Gábor a maga külső adottságaival, hogy mondjam, ezzel a megöregedett kamasságával, amit látok rajta. Bacskó Tünde a ős erőket fölmutató, szinte, hogy mondjam, a barlang rajzig, rituáléig visszamenni képes asszonyával, meg tudja teremteni, én úgy gondolom, ezt a kettősséget, hogy rettenetesen reálisak, ugyanakkor metaforikussá is tudják fogalmazni, nem önmagukat, hanem talán az alakítást. Aminek megint csak az a furcsaság, hogy én végig azt kértem tőlük, hogy ne alakítás legyen, hanem jelenlét legyen. A tehetetlen, perspektívátlan, a múlt nyomorúságától menekülő, a jövőtől rettegő, a lottózó és nyereményszelvényt égető nő és férfi bármelyikünk lehetne. December 17-én ezt a szembenézést és ráismerést szeretnék megmutatni a pécsi közönségnek. Pécsett a Horváth Színház jóvoltából évek óta rendszeresen megrendezik azt a karácsonyi koncertet, amelyen hazai és horvátországi fellépők közösen gondoskodnak a közönség szórakoztatásáról. Ahogy eddig, úgy idén is Pécs mellett Budapestről, Bácskából, Baranya, Somogy, Zala és Vas megyéből érkeztek a fellépők és az érdeklődők. A Magyar Televízió horvát szerkesztősége a délszláv háború idején rendezte meg először a horvátok magyarországi karácsonyát. A karácsonyi koncertnek az alapötlete az egy nagyon, nagyon nyomorúságos időkben, véres időkben született meg, amikor Magyarország déli részén, itt pont Pécs környékén 100 000 horvát állampolgár volt, akinek a többsége horvát volt, voltak köztük magyarok, szerbek, és így tovább, és ennyitendő az ő elveszettségüket találtuk ki, hogy legyen ez a karácsonyi koncert. Azon kívül kicsit később azt is fölfogtuk, hogy kitűnő platform arra, hogy ez egyébként korábban ki nem alakult, különböző világrendszerek miatt ki nem alakult szolidaritást a horvátországi horvátok, tehát ha valamikor anyanemzet és a magyarországi horvátok között kialakítsuk. A Pécsi Horvát Színház kezdetektől részt vesz a szervezésben. A színház vezetője szerint ezek az alkalmak erősítik az összetartozás élményét. Én azt hiszem, hogy egy ilyen kis közösségnek, mint a Horvátság Magyarországon, nagyon fontos, hogy ilyenkor, legalábbis karácsonykor összejöjjön, és egyfajta együvé tartozás jegyében születik meg ugyebár ez a karácsonyi koncert. Az ország valamennyi részéről jönnek, a legkisebb falvakból is, és én azt hiszem, hogy együtt nagyon jó lenni, és régi barátokkal találkozni, elbeszélgetni ilyenkor, karácsonykor is érezni egymást. A horvát pécsi konzul nagyon hálás a társszervezőknek, hogy hagyományt teremtettek a karácsonyi koncertekből. Fontosnak tartjuk, hogy részt vegyünk a magyarországi horvátok karácsonyi koncertjének szervezésében. Nagyon köszönöm Vidákovics Andalnak és Balázs Mihálynak, hogy minden évben megrendezik ezt a szép estet. Az a nagyszerű ebben az estében, hogy az egész térségből összegyűjti a horvátokat, és a résztvevőknek egy felemelő élményt nyújt. Műsorunk végén néhány szó a jövő héten várható időjárásról. Száraz, hideg időre számíthatunk a jövő héten. Az előrejelzések szerint kiadós hózápor nem várható, viszont az erősödő fagy miatt ott, ahol nem takarították el, tartósan megmaradhat a hótakaró. A hideg ellen érdemes melegöltözettel, sapkával és sállal védekezni, szervezetünket pedig vitamindús táplálkozással erősíthetjük. A hét második felében többször alakulhat ki köd. A hőmérséklet 1 fok körül alakul. Hírekkel továbbra is rendszeresen jelentkezünk, a Pont ma friss kiadásával pedig hétfőn este ugyanebben az időben várjuk Önöket. Tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!